Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Nézzük főbb témáinkat! 27. évforduló. A páneurópai piknikre emlékeztek Sopron pusztán. Ünnepi koncert. A soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar adott hangversenyt a határáttörés évfordulóján. Szent István napja. Ünnepi szentmise és városi ünnepség Sopronban. A páneurópai piknik 27. évfordulóját ünnepelte Sopron augusztus 19-én. Az ünnepségen a határáttörésről, valamint a páneurópai piknik fővédnökéről, Posgai Imre egykori államminiszterről is megemlékeztek a jelenlévők. Az ünnepi beszédek után megkoszorúzták a páneurópai piknik emlékpark kopjafáját, és csemetefát ültettek az évforduló emlékére. Páneurópai piknik 27. évfordulójára emlékeztek a Páneurópai piknik emlékparkban augusztus 19-én pénteken. A megemlékezésen beszédet mondott dr. Magas László, egykori szervező, a Páneurópai piknik alapítvány elnöke, aki megemlékezett Posgai Imréről, a Páneurópai piknik fővédnökéről, valamint kiemelte, a berlini fal leomlása Magyarországon kezdődött. Beszédében személyes élményeit osztotta meg a jelenlévőkkel. 89-ben egy hatalmas lelkesedés volt az akkori, mondjam azt, fiatalok, középkorúak körében, egy ilyen ellenzéki lelkesedés volt. Szinte minden nap összejöttünk, szinte minden nap valamit próbáltunk kitalálni, és 89-ben a soproni ellenzéki szervezeteknek ez volt a harmadik nagy rendezvénye. Valamikor nyár, június vége fele hívtak föl engem Debrecenből, hogy van ez a páneurópai piknik gondolatuk, és nyár ide, nyár oda, szinte minden nap összeülve meg tudtuk szervezni. Frank Spengler, a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi képviseletvezetője Angela Merkel német kancellár 7 évvel ezelőtti beszédéből idézett. A németországi emberek soha nem fogják elfelejteni Magyarországnak, hogy ma szabadságban élhetnek. A közelmúltban a Német Szövetségi Köztársaság érdemrendjének érdemkeresztszallaggal kitüntetett dr. Fodor Tamás polgármester úgy látja. Fontos, hogy a páneurópai piknik történelmi jelentőségét minél szélesebb körben megismerjék. Sikerült elérni azt, hogy a páneurópai piknik eseményét úgy megörökítsük, és úgy az emlékezetben tartsuk, hogy ez minden esetben, most az elmúlt 11 néhány évet mondom, minden esetben kitüntetett soproni esemény augusztus 19-én, és mindig prominens vendégeink vannak. Nem csak azért fontos, mert a protokoll személyek itt vannak, hanem azért, mert fontosnak tartják ezt. Fontosnak tartják azt, hogy a magyarok mit tettek 89. augusztus 19-én a csodák évében, és ezt 27 év után sem felejtették el. Az ünnepség alkalmával megkoszorúzták az emlékpark kopjafáját, valamint Katarina Langgraf német parlamenti képviselő, Firtl Mátyás országgyűlési képviselő, dr. Fodor Tamás és Frank Spengler egy facsemetét ültetett el az évforduló emlékére. A sopronpusztai megemlékezést követően ünnepi koncertet adott a Liszt Ferenc szimfonikus zenekar a határáttörés évfordulóján. A hangverseny előtt ünnepi beszédekben idézték fel az 1989. augusztus 19-i páneurópai piknik történelmi jelentőségét. A páneurópai piknik 27. évfordulóján pénteken a Fertőrákosi Barlang Színházban zárult a megemlékezés. A zenei program előtt Katarina Landgraf német parlamenti képviselő és Firtl Mátyás országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. Sopron és környéke országgyűlési képviselője kiemelte, augusztus 19-én azt ünnepeljük, hogy 1989-ben itt keletnémetek és magyarok a diktatúra, a zárt határok ellenében érvényre juttatták a szabadságot, az eszmét valósággá tették. 2016-ban mi magyarok az 1956-os forradalmunk és szabadságharcunk 60. évfordulóját ünnepeljük. 6 évtized távlatából
az 56-os szabadságharc ünnepi fényében egyértelműen látjuk, hogy a nemzet minden szabadság tette, így az 1989-es év is, azért igaz, mert 56-ból eredeztethető. Szokolai Sándor Nyitány fantáziájával kezdődött az ünnepi koncert a Barlang Színházban. A művet a Kossuth-díjas zeneszerző Sopronváros díszpolgára a Pán-európai Piknik 20. évfordulójára komponálta 2009-ben. Az idei évfordulón pedig a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar előadásában csendült fel az alkotás. A koncerten elhangzott még Antonin Dvorzsák, Hámol Gordonka versenye és Liszt Ferenc léprelüdje. A zenekart a bécsi filharmonikusok szólistája, Somodari Péter vezényelte. Az ünnepi hangverseny szólistája a nemzetművésze, Perényi Miklós Gordonka művész volt. Ünnepi szentmisét és városi ünnepséget tartottak Sopronban Szent István király napján. Az államalapítás ünnepén elhangzott: Szent István hite és embersége máig minta a magyarság számára. Augusztus 20-án ünnepi szentmisét tartottak Sopronban a Szent István templomnál dr. Stella Leontin pápai prelátus, Balassa Gyarmat prépost kanonokja főcelebrálásával. A prédikációban elhangzott: Szent István bölcs ember volt, hűséget és bátorságot is tanulhatunk tőle, hite és embersége máig minta a magyarság számára, élete példa arra, hogy józan ésszel éljünk a világban. Ki tudja, valóban István király mit tenne most a mi helyünkbe? Adjon nekünk józanészt, tisztességet és becsületet hozzá. Adjon nekünk támpontot, amire ő épített, és találva se találtunk volna jobb és szebb evangéliumot, mint a sziklára épített házon. A helyzetet tudjuk. És kezelni kell ezzel a tiszta józan ésszel, amire István király példát mutatott. A hagyományok szerint az ünnepi szentmisét követően tartotta meg a város Szent István napi ünnepségét, melyen Pongrácné Várnai Mária önkormányzati képviselő mondott beszédet, az államalapító király tetteinek jelentőségét hangsúlyozva. Sikerre vitte egy nép felemelkedését, sikerre vitte egy nemzet fennmaradását, mert ez a nép még mindig él itt, a kijelölt helyen, a Kárpát-medencében. István király évszázadokkal látott előre. Tudta, hitte, hogy ez az egyetlen út lehetséges. És az idő igazolta a nagyságát, és az egész magyar történelem legnagyobb államférfiává avatta őt. Szent István király napja az egyik legrégebbi magyar ünnepnap, a keresztény magyar állam alapításának és ezer éves folytonosságának emléknapja. Az állami ünnep Sopronban a Szent István templomnál koszorúzással, kenyér és borszenteléssel, valamint agapéval zárult. Könnyed szórakozást biztosított a hétvégén a soproni piknik a várkerületen. A hazai és helyi zenekarok koncertje mellett játszóház, aszfaltrajz és veteránautó kiállítás is várta az érdeklődőket. A soproni piknik programja pénteken 18 órakor a Skatoons fellépésével indult, akiket a városunkban igen népszerű Ocho Macho követett. Szombaton kora délután Sopronváros fúvós zenekara és a soproni mazsorett együttes felvonulását követhették végig a helyszínre látogatók. A folytatásban a testvériség néptánc együttes, illetve három soproni zenekar, a Drazsia, Four Corners és a Passion Project lépett színpadra. Vasárnap igazi családi programot biztosított a soproni piknik. A Boka Színház előadását a Kaláka együttes műsora követte. Lilian és Kónyai Tibor jazz koncertje után a Honey Beast fellépése tette fel a koronát a soproni piknikre. Augusztus 15-én megkezdte a bajnoki idényre a felkészülést a Sopron KC férfi kosárlabda csapata. Sabáli Balázs együttesének a 2016-2017-es NB1-es férfi kosárlabda bajnoki idény október 10-i kezdése előtt a FIBA Európa Kupa főtáblára kerülésért az Aegis Körmendellel selejtezőt játszania. Sabáli Balázs vezető edző együttesének magyar magja nem sokat változott, viszont új légiósok érkeztek az együtteshez.
Az első tréningen közülük hárman vettek részt. A Kaposvárot éveket lehúzó szerb center Marko Špica, a néhány éve Szolnokon szép sikereket elérő amerikai hátvéd Julian Mills, valamint az irányító Jay Trade azonnal edzésbe állt. Kedden kapcsolódott be a munkába Kelvin Lewis bedobó. Az elsősorban a négyes poszton bevethető Austin Dufault csütörtökön érkezett meg. A tegnapi napon érkezett meg Austin Dufault, így a hétnek a végére lett teljes a keret. Ez külön kérésem volt a vezetőség felé, hogy együtt kezdjük el a felkészülést, és nem is lett rossz ötlet ugye a FIBA-nak a döntése nyomán, miután megtudtuk júliusban, hogy selejtezőt kell játszanunk a körmenddel, így rövidebb lett a felkészülési időszakunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy fiúk jó állapotban érkeztek, egyből már a konditeremet a csarnokban kezdtünk el labdás foglalkozásokkal felhozni a társaságot egy jó szintre. Én azt gondolom, hogy tényleg jó állapotban vannak, és nem volt nehezükre már az első edzésen. A csapat a közeljövőben előkészületi tornákon vesz részt, és további mérkőzésekkel is készülnek. Sabáli Balázs úgy látja, jól sikerültek az igazolások, és a külföldi játékosok hasznos tagjai lesznek a csapatnak. Jó szellemű játékosok mindenképpen. Ugye Špicát ismerjük, illetve Millsről is vannak tapasztalatok a magyar bajnokságból, de azt gondolom, hogy másik két amerikai játékos is az elmúlt 3-4 napban bizonyította, hogy egy jó hozzáállású, jó szellemű játékosokról van szó. Bízom benne, hogy ez mind az eredményekben is meg fog mutatkozni, illetve a játékukban is. Az új fiúról sokat nem tudok még mondani, hiszen tegnap este érkezett, és most találkozunk vele először csapatszinten. Bízom benne, hogy minél gyorsabban ő is bele fog rázódni majd a dolgokba, és ő is használva lesz majd a csapatunknak. Szükség is lesz a jó szellemű és hasznos játékosokra, hiszen az október 10-i bajnoki kezdés előtt a FIBA Európa Kupa főtáblára kerülésért az egész körmenddel kell selejtezőt játszania az SKC-nak. A magyar kvalifikációs párharcot az erős sorrend alapján a Sopron kezdheti otthon szeptember 28-án, a visszavágó október 5-én lesz. Most megmutatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Majd érkezik a mozaik, melyben arról lesz szó, mennyire befolyásolta a terrorizmus az utazási szokásokat. Adásunk második felében pedig Hajrá Sopron című sportmagazinunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió hétfői híradója végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra! Kedden fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és naposra fordul az idő. A kezdetben még viharos lökésekkel kísért északi szél délutánra mérséklődik. A hőmérséklet elérheti a 27 fokot.